Family Search, Family Tree programjában most az új külső forrásokról szeretnék egy bemutató videót, videóban egy példán keresztül demonstrálni, hogy hogy történik az új források, new sources, és új emlékforrások, new memory sources-oknak a hozzáadása a családfához. Lépjünk be a Family Search családfámhoz. Bejelentkezünk. A forrásokról már készült egy demonstrációs film, amikor a Family Search kék ikonjait végigvettük. A kék ikonjaiban található indexált adatokat, hogy kell kezelni, hogy rendszerezzük, valamint a nem indexált adatokról is szó volt, amit a Family Search-be közvetlenül a családfához hozzá lehet adni. A mostani példában, tehát külső források révén szó, vegyünk egy személyt, a személyi adatlapba lehet belevenni. A forrásokat két helyen lehet hozzácsatolni a rendszerhez, vagy a személyi adatlapnál, vagy később lesz szó a forrásjegyzéknél közvetlenül, és utána leosztani a személyekhez. Azért kezdem ezzel a példával, mert ugye látszik, hogy neki nincs semmilyen forrása, tehát tényleg az alapoktól vegyük végig, hogy hogy működik ez. Forrásokra rákattintunk, megjelenik a plusz hozzáadás lehetősége, ezt lenyitva három lehetőség van. Hangsúlyozom, a Family Search-ön kívüli forrásokról van szó most. Van olyan, hogy új forrás, ez alatt értendő a rendszerből online elérhető források, melyeknek ismerjük a úgynevezett linkjeit, tehát az URL kódját, ezeket az új forrásokat, amit megtaláltunk, például az Arcanumon újságcikk lehet, vagy akár a Magyar Nemzeti Levéltárnak az AOL felületéről egy forrás, amit hozzá akarok adni itt a fában lévő valamelyik személyhez, vagy sima internetes honlap valamilyen család szerkesztésből. A második, az új emlékforrás, azt pedig az én saját magam, tehát tényleg az emlékeknél, amiről szintén ugye volt szó, hogy ugye fotók és dokumentumok vannak, tehát van egy saját dokumentumon, és akkor annak a földolgozása, és akkor hozzáadás a forrásjegyzékből. Ezeken végigmegyünk egy példán. Tehát vegyük, hogy új emlékforrás hozzáadása. Megjelenik, nem magyarul van, tehát olyan nagyon nem kell azért tőle megijedni, és elég jól magyarázható. Konkrét példát fogok előadni. A galériából választok ki, kiválasztom a galériából egy házassági anyakönyv kivonatot. A házassági anyakönyvi kivonat ugye egy nagyon jó forrás. Ez a családban, ugye, ha előkerül egy ilyen, ami fontos és elég hát konkrét adatokat tartalmaz, akkor ez egy nagyon jó kis, meg föl lehet nagyítani, meg lehet nézni, nagyon jó kis forrás lehet. Itt fotót adtam hozzá. Ha, mint említettem, az új külső forrásról van szó, akkor lehet weboldalt is. Tehát akkor pedig
a linket kell hozzáadni, de térjünk vissza a konkrét példához. Emlékforrás. Előttem. Inkább kezdjük újra. Tehát még egyszer. Új emlékforrás. Kiválasztottam a galériából, hozzácsatoltam. Adok egy dátumot, és itt érdemes végigvenni az instrukciókat. Magyarul van, tehát itt ezek a gyászjelentés esetén, ugye, hogy használd az elhalálozás dátumát, és ezeket érdemes átnézni. Megadok egy dátumot, 1951 09 29. Ha jól emlékszem, igen. Dátum. A forrás címe, ki is hozza már, a házassági anyakönyvi kivonata. Tehát ez egy emlékforrás. Hol található a feljegyzés, akkor itt is van instrukció, hogy honnan vettem, teljesen egyértelmű, de maradjunk csak a példán. Tehát ez egy családi tulajdon. És akkor lefotóztuk. Tehát ez családi tulajdon, és lefotóztuk. Jellemezd a feljegyzést. Itt ez az instrukcióbét nagyon szépen megvan szintén, példák is vannak rá. A feljegyzést, ugye ez a Kovács Mária, Kovács, akármit lehet ezen szépen elfilózni, hogy mit írsz ide, Kovács Mária házassága. A forrás csatolásának az oka, itt is olvassátok el az instrukciót is, de vitális adatok, vagy mi ez, legfőbb adatok. Magyarul így fordították le ezt, legfőbb adatokra bizonyíték. Ezt nagyon fontosak ezek a pipák, hogy választ ki ebből a forrásból az információt, hogy mire jelent biztosítékot, bizonyítékot ez a házasság anyakönyvi kivonat. Ugye egyértelműen a Kovács Mária a neve, a neme, a születése is benne van, mikor született. Ennyi. És a másik fontos pipa, hogy a forrásjegyzékhez, vagy a source boxhoz adjuk hozzá, mert ugye ott rendszerezzük az összes forrásunkat, mentés. Tehát akkor látszik, hogy most ebben a pillanatban, március 12, tehát hozzáadtam ezt a forrást, megtekintjük. Itt van. Kinagyítjuk kicsit, hogy látszon, és hogy mi van rajta. Ez egy nagyon jó, mert ugye itt van a neve, férneve, és mind a két szülőnek apja, anyja, tehát ez egy nagyon sok információt, sok tartalmazó okirat. Itt is lehet egyébként, látszik nyilvános vagy nem nyilvános, tehát nem muszáj mindent nyilvánosra kitenni, tehát én kezelhetem egy csomó mindent, amit csak magamnak, tehát csak az én, tehát hogy ne kerüljön nyilvánosságra. Visszatérve, akkor menjünk vissza, itt is vissza lehet, menjünk vissza, tehát ő az ő adatlapja. Becsukjuk, a fő oldalára menjünk, tehát erről van szó. Tehát megjelent itt a forrásokban. És közben átmegyek a forrásboxra, hogy ott is megnézzük ugyanezt a, hogy néz ki ez a nevünkre kell kattintani, itt van a forrásjegyzék, vagy forrásbox, és akkor itt megjelent, amit én most fölvittem, Kovács Mária és Frös Ervin házassági anyakönyvi kivonata. Na most ezt
Nem baj, ha ismétlünk. Ezt át tudom tenni, mondjuk tehát mappába érdemes rendezni, és akkor átteszem ide webipálra, és azt mondom, hogy áthelyezem a vörös vonalba, és akkor abba a mappába lesz benne. És itt vannak a mappában, a vörös mappában lévő források. Ugye látszik, hogy ezek mind eddig csak FamilySearch-ös forrás volt, itt pedig van a mostani. Visszatérve a családfához, illetve ezt akkor bezárom, és akkor az ő, tehát most bevittem egy forrást, most hozzá tudom tenni, mint mondtuk, a szülőkhöz, apához, anyához, lehet, hogy nem fogom mind végig, férjhez, mindenkihez, vegyük a édesanyját. Édesanyját behozom, és ugye hozzá is szeretném ezt a forrást csatolni, mert ez bizonyíték az ő neki a létezésére, nevére. Bemegyek a forrásokba, bemegyek, hogy plusz. Na most már viszont nem kell nekem újra visszahozni, hanem csak a forrás jegyzékből kell kihoznom ezt a forrást. Mert ugye oda behelyeztem az első föltételnél. Hozzáadom a forrás jegyzékből. Forrás jegyzékből tudom, hogy akár itt hagyhattam volna, de tudom, hogy már betettem a vörös vonalba. És ezt akarom hozzá csatolni, bepipálom, és csatolom. Tehát most itt van, hogy a forrást csatolni akarom, Kovács Máris házassági anyakönyvi kivonata és Kovács Annához akarom csatolni. A forrás csatolásának az oka, ugye, hogy a lányának a házassága. Na, a lányának a házassága, és hozzácsatolom. Itt ez megjelenik, és ha belemegyek, fölmegyek, itt tehát Kovács Annára szó, és megnézem, hogy tényleg hozzácsatolta, itt volt Kovács Anna, és hozzácsatolt, és itt is ugyanúgy meg lehet tekinteni, és a forrást meg lehet tekinteni. 51-ben Kovács Annyi házassága, szerkeszteni is lehet, leválasztani, visszajelzni. Fontos viszont, hogy a címke, címszó alatt erre kattintsunk rá, mert itt fölhozza azokat a lehetőségeket, amire bizonyíték ez a forrás. Tehát most a Kovács Annáról van szó, tehát a Máriának az anyjáról. Hát ebből igazán csak a nevét, meg a nemét tudjuk, ugye más adat, de erre a kettőre viszont bizonyíték, mert ott szerepel, hogy Kovács Anna címke, tehát két címkénél csatoltam, becsukom, és le is tudom ellenőrizni, hogyha rámegyek a ő részleteire, itt van az idővonala, tehát akkor itt van a Kovács Anna, hogy csatoltam egy forrást, meg forrást ide, amivel már az ő létezését, vagy a nevét azt bizonyítani tudom. Na most ezt a forrást, itt szerkeszt, ezt a forrást itt is meg lehet nézni. Tehát mindjárt látszik, hogy a házasság anyakönyvi kivonata. És lehet a nevére beszerkeszteni, tehát itt is lehet szerkeszteni. Maradjunk az alapoknál. Kovács Anna férje volt Kovács József. Akkor még egyet csatolunk, nem megyünk mindegyiken végig. Kovács József pedig az apja, és akkor hozzá is csatoljunk. Tehát még egyszer, forrás hozzáadása, tehát tudom, hogy a forrás jegyzékből akarom már most hozzáadni, és ő hozzá, tehát ezt a házassági kivonatot csatolnom kell. Még egyszer le lehet ellenőrizni Kovács Mária házassági lányának. Ugye most Kovács József szemszögéből nézve, akkor van a lányának. Lehetett volna kopizni, és ahogyan valakinek van 5 gyereke, és ugyanaz az indok, akkor lehet kopival csak beletenni hirtelen az indokokat. Lányának a házasság. Most nem. Tehát ide hozzá is csatoltam. És ugyanígy végig lehet csatolni
belemegyek, csatoltam. És természetesen mindenkihez végig lehet a férjhez, a férjapjához, férjanyjához, de teljesen az elv ugyanez. Ennyit a Sourcebox-hoz. A személyi oldalon azt vettem, és nagyon jól lehet, ha végig visszamegyek a családfához, csak megmutatni példában, hogy ennek azért milyen jó kis jelentősége van. Itt a családfához veszek egy másik példát, ahol már több adat van bent. Ugye ez a nagyapám. Személyi oldal. Tehát személyi oldal, neki már itt több forrása van, és ez azért érdekes, meg jó példa még egyszer, hogy a háromfajta forrásról lévén szó, tehát mindegyik szerepel itt a Family Search forrás, a külső forrás, és amit, tehát a memória, amit én hoztam össze, tehát a saját forrás. Ha belemegyek a még egyszer a részletekhez, és a legfontosabb adatok a vitális adatoknál, itt látszik viszont, hogy a nevére 4 forrás bizonyítékom van, a születésére 2 forrás bizonyítékom, a keresztelés forrás, tehát itt jelennek meg, és itt is meg tudom nézni. Ha ráklikkelek, látszik a nevénél van 4 forrás, itt is föl tudom hozni, hogy 4 forrás van. Egy, nem ragadom tovább, tehát teljesen is itt is lehet belejavítani. Példákkal. Még akkor egyet a forrásnál, a forrásboxnál akartam még röviden vissza a forrásboxra. Igen, hogy akkor ez úgy néz ki, de ezt a, most akár a vörösnél is meg tudom nézni, hogy a forrásboxnál ez a forrás, ez, tehát ki tudom most itt értékelni, hogy erről van szó, hogy csatolva, hogy kihez csatolt, amit meg tudom nézni, tehát amit végigvettünk. Ugye csatoltam, kezdtem 9 perccel ezelőtt, itt van Kovács Mária, legfőbb adatokra bizonyíték, tehát ő hozzá van csatolva, Kovács Annához van csatolva, és Kovács Józsefhez van csatolva. Tehát ezt érdemesebb akkor itt kiértékelni. Még egyet saját forrásjegyzékemre visszaugrok az elejére. Azt is lehet, mint említettem, de még egyszer, hogy forrás nem csak a személyi oldalnál lehet hozzáadni, hanem itt a forrásjegyzéknél kezdem. Tehát van egy jó kis, nem tudom én, gyászjelentésem, és akkor azon szerepel 20 név, tehát itt lehet, na, miért nem akarod? Ja, mert létrehozta, csak nem mentem le, bocsánat. Tehát itt is hozzá lehet tenni, ugyanaz, hát majdnem ugyanaz, de figyelni kell, tehát itt ahol létrehozhatom a forrást, címet, itt a weboldalt lehet példákkal, ha emlékforrást akarok, ugye most vett, aminek ez akkor át kell klikkelni az emlékforráshoz, és akkor ide fotót lehet föltenni a számítógépről is, vagy lehet a már itt a Family Search Family Tree-ben lévő galériából is ide fotót hozzáadni, ami ugye nyilván egy dokumentum fotója ezekben az esetekben, anyakönyvi kivonat, vagy egy újságcikk, vagy hát itt, hogy tulajdonképpen ezt én is szívesen konzultálnék valakivel, hogy hol a határ, hogy mikor lesz valami forrás, vagy csak egyszerű kis dokumentum emlék, hogy hol itt a határ, mert tulajdonképpen egy újságcikk is lehet teljesen egyértelműen egy forrás, és abból is akkor akár azt a dokumentumot a fotóknál is bent hagyhatom, a dokumentumoknál is, meg a forrásnál is. Tehát, de szerintem ezt mindenki
ahogy ő saját maga szeretné ezt rendszerezni, gondolom, hogy ez megint ez szíve joga. Ezeleti feljegyzés jellemzői és ugyanazok az elvek, csak most a forrásboxnál tettem hozzá, és amikor bemegyek a személyhez, akkor tudom, tehát ezt leosztani ahány személyre, akkor ezt akarom. És így, oké. Tehát kimentem, teljesen mindegy, utolsó forrásjegyzéknél egy jó kis példát szeretnék a búcsúképpen egy gyászjelentést. Abdevo, hol van? Gidó. Itt vannak a Kapdevó Róza gyászjelentése. És csak példának, ugye, tehát ez is egy ilyen saját adat, egy családban lévő gyászjelentés, családi tulajdon, itt van. Csak arra, hogy 13 emberhez tudtam csatolni, mert annyian szerepelnek rajta, tehát annyi adat van, ami nekem mind bizonyíték, és szépen föl lett szinte egy családfát állítani az alapján. Itt van a sok-sok-sok név. És itt van, hogy 13 ember az a csatolva. Ez a gyászjelentés, és szépen itt van, hogy ő feleségének a gyászjelentése, akkor ő magának a gyászjelentése, édesanyja gyászjelentése. Tehát mind a 13 főnél megvan, hogy miért, és mi alapján lett hozzá csatolva. És ez már tényleg egy bizonyíték is jó alap, és nagyon szépen lehet vele tovább építeni a családfát, és tudja segíteni, hogyha ez ilyen rendszerben történik. Köszönöm.